Na, hello, szavaztok, üdvözlök mindenkit! Ma megnézzük az Il Will című, já, érdekes címmel rendelkező FPS játékot. Tehát ez egy FPS, ez egy hagyományos lövöldözős játék, ami tudtam, ma még nem jelent meg. Ez a Steam Next Fest demo, ez a hivatalos Steam demo. És röviden, tömören egy kis vicces történetet itt az elején elmesélek. Most a demo előtt végignéztem az összes lövöldözős demót a Steam Next Fesztiválon. Valami 110 vagy 120 van összesen, ha jól emlékszem, körülbelül. És az összesből körülbelül olyan volt 4-5 darab, ami úgy érdekesnek tűnt a Steam adatlap alapján. Azt a 4-5-öt kipróbáltam, és abból a 4-5-ből ez volt az egyetlen, ami szerintem nagyon jól sikerült. Amire azt lehet mondani, és azt mondhatom, hogy na igen, ez tényleg jó, ezt lehet ajánlani. Na most, igen, ez elég rossz arány, tudom, de mindegy, ilyen világot élünk. De ez a demo sem tökéletes, például, hát azért vannak vele gondok, például itt ne tévesszem meg senkit, hogy 720p, ez nem 720p, valójában 1080p-ben fut a játék jelenleg is. A játék egyrészt nem képes megjegyezni a beállításokat, minden indításnál rezeteli a beállításokat. Ez sajnos számos játéknál láttam ilyen hibát, ez nagyon-nagyon amatőr hiba, nem értem, hogy a fejlesztők miért adják így ki a demókat, hogy nem jegyzi meg a beállításokat. Mindenesetre mindig 720p-t ír ki, annak ellenére, hogy Full HD-n van, látod? Beállítom, hogy Full HD, látod? Full HD-n van, és ha visszamegyek, 720p-t ír. De egyértelműen lehet látni, hogy ez 1080p-ben van renderelve, úgyhogy ezért ne tévesszem meg senki, ez hülyeség, amit itt ír. Továbbá minden indításnál, ha elindítod a játékot, akkor a hang és egér beállításokat is visszaállítja. Úgyhogy azokat újra és újra megint be kell állítani. Ezek a játék legnagyobb problémái. De amiért a fejlesztők külön dicséretet érdemelnek, ezt gyors most elmondom, mert a játék közben ez nem fog eszembe jutni, mert nem olyan lassú ez a játék, de szerencsére nem olyan gyors, mint a Doom 5, arról nincsen szó. Tehát amiért a fejlesztők dicséretet érdemelnek legalábbis tőlem, hogy ahhoz képest, hogy Unreal Engine-re épül a játék, ahhoz képest piszkosul szépen fut, nagyon jól van optimalizálva, mondom, ahhoz képest, hogy Unreal Engine. Meglepődtem, hogy milyen szépen fut a játék, és még jól is néz ki. Bizony. Az ilyen, főleg az indie területen rendkívül ritka. Iszonyatosan ritka, mint a fehér holló. És most született egy ilyen játék, aminek én nagyon-nagyon örülök egyébként, mert én ezen nagyon jól szórakoztam. Igen, videón kívül ezt a demót végigvittem egyszer, és nekem tetszik. Megtetszett annyira, hogy ezt bemutassam nektek is, főleg amiatt ez az ékes és egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ezzel a borzalmas motorral is lehet kiváló technikai megvalósítást csinálni, és az volt a durva, hogy az első végjátszás, ugye demóról van szó, tehát nem tart olyan sokáig ezt végigjátszani, tehát a videón kívüli első végjátszásomnál abszolút semmilyen akadást nem tapasztaltam, még csak shader compilation akadások sem jelentkeztek, ami ugye nagyon-nagyon jellemző erre a motorra. Le is döbbentem, hogy egy ismeretlen indie csapat olyan kezesbárány csinált ebből a hulladék motorból, hogy ez valami elképesztő. Úgyhogy a technikai megvalósítása az dicséretet érdemel tényleg. Meglepődtem, hogy milyen szépen fut a játék. Na, ennyit a technikai részről. Ja, meg még gyors annyit, hogy ugye szerintem már mondtam korábbi videóban, de itt még egyszer megerősítem,
az Unreal Engine-nek van egy olyan nagyon-nagyon jó, nagyon király tulajdonsága, hogy moduláris, ez alatt azt értem, hogy egy egyszerű szöveges állományban, konkrétan egy ini fájban manuálisan lehet felülbírálni a különböző grafikai effekteket. Tehát ez azt jelenti, hogyha például a fejlesztő nem kínál fel lehetőséget a játék menüjében a különböző post-process effektek kikapcsolására, ahogy egyébként itt sincs erre lehetőség, egyáltalán nukunyi isten, graphics quality van, az kész vége, csokolom. A játék engine.ini fájában minden egyes post-process effektet ki lehet kapcsolni, és ezt meg is tettem. Az összes hányás filmes post-process effektet kikapcsoltam. Ugye ide tartozik, ugye képroncsoló effekteket kikapcsoltam, ugye depth of field, film grain, vignette, chromatic aberration, lens flare, ezeket kikapcsoltam, illetve bekapcsoltam a vézinket, mert sajnos erre nincs lehetőség, de szerencsére az Indie 5-ban az is bekapcsolható pofon egyszerűen, úgyhogy maximális, kimaxoltam a képminőséget, legalábbis amit 1080p-ben lehet értelemszerűen, és így azért nem néz ki rosszul a játék. Tehát konkrétan semmivel nem csúnyább, mint egy Doom 4. Ezt komolyan mondom. Legalábbis én meglepődtem, hogy egyrészt jól is néz ki, és tök szépen fut, úgyhogy... És tök szórakoztató lett egyébként. Na, oké, kezdjük is el. 7 perc bevezető után, de ezeket az információkat mindenképp fontosnak tartottam elmesélni, mert mondom, a harcevében ezeket tuti, hogy elfelejteném megemlíteni, de számra ezek fontosak. Zó, play demo. Igen, egy másik aprócska hibája a demónak, hogy a demóra csak úgy tudsz rákattintani, ha a felirat aljára viszed az egeret, az egérkurzot. Látod, itt alul. Hogyha picit följebb viszed, akkor már nem lehet. Úgyhogy vannak még vele problémák, messze nem tökéletes, igen, tudom, de a jelenlegi Steam Next fesztiválon jelenlévő lövöldözős játékok közül ez az egyetlen olyan alkotás, ami szerintem technikai szempontból elfogadható. Zó. Play demo. Na várjál, ez itt nekünk nem jó. Restart level? Várjál, ez a... Várjál, igen. Na, ez az. Igen. Mindig rozeteli a... Picit visszaveszem a hangot engedelmetekkel. Amint mondtam, minden pálya betöltésnél reseteli a dolgokat, ezért mindig azokat át kell állítani. Zó! Nem értem, hogy miért nem rakott a fejlesztő New Game-et bele, na mindegy. És ha valaki végigviszi, és újra végig akarja vinni, akkor restart levelet kell nyomni. Oké. Na, hát... Destroy Coffins. Ugye igen, ezeket szét lehet szedni. Az alapfegyver a soti, a sörétes. Ez van most nálunk, és... Minden lövésnél újra tölti, de elég gyors. Tehát nincs vele semmi gond, tök jól működik. És akkor a legelején ír a játék néhány tippet, mondhatni, alapinfót, hogy... A sima, hagyományos enter a gyorsmentés, és a backspace a visszatöltés.
És akkor itt van rögtön a második fegyver, és ez pedig a hozzátartozó töltény. Ez ilyen... Hát ez ilyen, nem tudom minek nevezzem, nem tudom mi a fegyver neve. Ez így megsüti az ellenfeleket. Na, jönnek az első ellenfelek. Zó, ezek a dagi ellenfelek, ezek szimplán megpróbálnak lehányni. De a támadásokat viszonylag könnyű kikerülni, csak időben észre kell venni, amikor le akarnak hányni, aztán... Tehát őket nem olyan nehéz kiiktatni. Ezekkel az ellenfelekkel náluk arra kell figyelni, így néznek ki, nézd csak. Ja, guggolni nem lehet amúgy, ugrani lehet, de guggolni nem. Náluk arra kell figyelni, hogy ők hatalmasat tudnak ugrani. Úgyhogy... ott náluk arra kell figyelni, hogy megpróbálnak rád ugrani. Ezért érdemes. És ha közel mész, akkor elkezdenek pofozni ide-oda. Úgyhogy messziről érdemes ezeket leszedni. És a harmadik, amelyek ilyen fehér trutyivel változtak, szétrobbantak. Ők nagyon veszélyesek, mert hatalmasat robbannak. Ezek a kis fehér csávók. Őket is érdemes egyébként messzebbről szétszedni, mert hatalmasat durrannak, és az csúnyát sebez. Hagyományos FPS, van páncél, életerő, töltény, többféle fegyver van, soti, ilyen, nem tudom, disznópörkölő, vagy nem tudom mi ez. Később lesznek majd további fegyverek is, gránátvető, meg még más. Na ezek! Látod? Huha! Igen, vannak ezek is. Igen, hogyha időben nem veszed észre ezeket a nagy dagadt fejeket, azok is tudnak rendesen sebezni, mert ilyen, hát látod, ilyen sugarat lőnek ki, úgyhogy, ja. Egy kicsit lesebződtem. Oh! Igen, ezek a legundorítóbb ellenfelek, ezek itt, mert ezek hitscan támadással rendelkeznek. Tehát, hogyha ez az ellenfél, és közted nincs fal, teljesen mindegy, hogy hogyan próbálsz ugrálni, oldalazni, stb. Teljesen mindegy, garantáltan eltalál. Hétszentség, hogy eltalál, mindegy, hogy milyen messze vagy, mindegy, hogy hogyan próbálsz mozogni, eltalál. Garantáltan, hitscan. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon csalós ellenfelek. Illetve ezeknek még arra kell figyelni, hogyha kilövöd őket, utána így szét durrannak. És az is sebez. Úgyhogy... Ja... Sok-sok csapda van azért a játékban. De az ember ezeket így... megtanulja. Akkor... Nagy gond nem lehet. Hát ez szép volt, Robi, ez nagyon-nagyon szép volt. Hogy mondtam, könnyű kikerülni a támadásokat, ja, közben úgy benyeltem a lövés, mint annak a rendje. Aha, az ugrálós kacsag. Páncélom, az nagyon-nagyon hasznos. Ciao. Mondom, ezekkel a fehér csávókkal nagyon-nagyon vigyázni kell, mert párszor meghaltam miattuk. De szintén külön dicséretet érdemelnek a fejlesztők amiatt, hogy zöld kulcs a hitscan anyátokat. Tehát külön dicséretet érdemelnek a fejlesztők amiatt is, hogy hagyományos mentés, hagyományos gyorsmentési lehetőséget raktak a játékba. Ezt bizony külön meg kell dicsérni, mert rendkívül ritka az olyan.
és egyben szomorú, hogy a legtöbb játékban nincs, de ezek a fejlesztők, hála a jó Istennek, raktak bele gyors mentés, úgyhogy ezt mondjuk nem tudom, azt hogy kell elhozni, az egy... De így kell hozni, oké. Lesz majd egy fegyó, ami ahhoz lesz jó. Hello? Hello? Igen, egyébként, hogyha... Jó... isteneset sebzel az ellenfeleken, akkor... Hát szét lehet szakítani a testüket igazából. Ciao. És akkor most kapjuk meg. Ja, itt a következő fegyő, az a gránátvető. Figyelj! Cak! Cak! Oncsüssz! Oncsüssz! Aha. Ez a hármas fegyver a gránátvető. Nem, nem. Hoppá! Jaj, bocsánat, téged itt felejtettelek, ne haragudjál már. Őt elfelejtettem. Ciao. Ciao. Jaj, de Finchi, hogy fia, olyan rúdossa a fejét. Zó, oké. Ugye ezeket szét lehet lőni, csak vigyázni kell, mert néhány koporsóban odaérsz, hogy világít. Dinamikus fényforrás. Ne, not bad, nem rossz. Néhány koporsóban ellenfél van, úgyhogy igen, erre vigyázni kell. Zó, na, hát itt az van. És van itt nekünk egy ilyen ajtó. Itt három zöld lámpának kell majd kigyulladnia, három kábel vezet ide, tehát három helyen kell egy kapcsolót, já, bekapcsolni, mondhatni. Inkább messziről lövöm szét a koporsókat, mert sosem lehet tudni, hogy melyikben van kellemetlen meglepetés. Itt pedig ezt. Vagy mondtad? A dupla csövű, a dupla csövű! Nagyon jó fegyver! Nyelvet. A double kill mindenemet? Sikerült egyszer már ügyesebben is megoldanom, nem volt a legszebb megoldás, de azért, na. Asta leborult! Jó, ugye most az egyiket bekapcsoltam, mutatom, hogy mi történt. Ami még nagyon-nagyon tetszik a játékban, ez is viszonylag ritkaság FPS-ekben, hogy a holttestek, illetve a test részek nem tűnnek el. Jó, nem mindegyiket lehet rúgdosni, az igaz, de legalább, hát ott, itt maradnak, és szerintem ez baromi jó így. Már a legfőbb ideje lenne ugye nem eltüntetni a testrészeket. Az 90-es években, meg a Doom 3-ban még rendben volt, hiszen ott nem voltak ilyen erősek a hardverek, de ez a 2022-ben szerintem már... Már nincs rá szükség, szerintem. Oké, tovább. Ja, ne felejtsek el menteni. Nagyon-nagyon fontos, hogyha elfelejtesz menteni, lehet, hogy
Ha elfelejtesz menteni és ha meghalsz, akkor ráfázol, mert a játékban nincs automatikus mentés. Soha nem ment a játék automatikusan. Soha sehol. De is a demo. Úgyhogy emiatt egyszer csúnyán ráfáztam. Ja, ez a... aha. Ja, innen jövök ki, jó? De tényleg, hát látjátok egyébként, tényleg baromi szépen fut a játék. A double barrel ez az nagyon-nagyon jó fegyó. Ezt szeressük. Ez jó erős lett. Aha, csak szeretnéd. Ott megy a köcsögje, figyeld. Ciao. Látod, ilyen zöld trutyit köpnek ki, ha meghalnak. És az a zöld trutyi is sebez. Úgyhogy ezek a zöld trutyik. Úgyhogy ezekre vigyázni kell. Ott közben mennek ilyen... igen, ezek a nagy húsdarabok. Majd látni fogjátok, hogy ezeket hova szállítják. Majd látni fogjuk hamarosan, pár perc múlva. Megnyomtam én azt a gomb? Vagy itt nem volt olyan? Várjál. De megnyomtam. Oké. Látod? Már kettő lámpa van, kell a harmadik. Halló! Au! Nem! Ciao! Mondtam, hogy bitang jó a double barrel! Oké... Mivel ugye én végigtoltam videón kívül, tudom, hogy hol mennyien vannak nagyjából, ezért tudtam, hogy itt jönni fognak egy páran, de tudtam, hogy ide gránátvető fog kelleni. Tehát ja, amit látjátok, itt azért van vér, vannak testrészek bőségesen, törmelék, meg mi egymás, és ennek ellenére egyébként továbbra is azt mondom, hogy szerintem egész jól néz ki a játék. Tök szép, és látod... Jaj, de utálom ezeket! Igen, ezeket az ellenfeleket utálom a legjobban. Mármint azokat is kis piros szemeket, a hitscan ellenfeleket, az nagyon nagy csalás amúgy. Na és akkor... Na! És akkor most... Látod? De! Igen, megvan mind a három. Csak hogy ez egy csapda. Oké. Figyelj! Hopp! Ezt lezárták és jönnek 100 000 millióan. Áú! A hiszken anyádat már... Jaj, Istenkém! Hát ez nagyon-nagyon... Ez nagyon csúnyán sikerült, maradjuk annyiban, de nem baj, van HP, amit fel tudunk venni. Itt is volt még valamennyi HP, pillanat, csak gyors meg kell nézem, hogy van-e itt még... Vagy itt kicsit visszább nem volt még. Na mindegy. Majd még lesz.
Ezt már oldottam meg sokkal-sokkal ügyesebben is, ezt most eléggé elszúrtam. Ezt a csapda részt. Most azért visszatölteni sem akarom a játékállást. Főleg azért, mert van itt még élet, látod? Így, 495. Teljesen jó. Így, né. Oké. És igen, külön... különböző fajta töltényt használ, a sima shoti és a double barrel, tehát a dupla csövi. Ó! Ennyi. Itt a következő fegyó. Ez egy nagyon-nagyon érdekes fegyver. Ez úgy működik, hogy nem közvetlenül sebez, mint az összes többi, hanem ilyen fura izét belelősz az ellenfélbe, és az leszívja az életerejét, illetve akkor a... hogyha ezzel meglövöd az ellenfelt, az ellenfél eldob életerőt. Legalábbis így figyeltem meg. Aztán lehet, hogy rosszul mondom, de ennyi sikerült megfigyelnem. Na, itt a következő... hely! Oda néz! Hello! Na! Amint mondtam, látni fogjuk, hogy hova viszik a húsdarabokat. Hát, ide! Ez a... Altavas Vadasten! Hát ez szép volt. Mi lőtt meg az előbb? Ő volt, ugye? Beköcsög! Na, hát ez a... ja, ez ilyen, nem tudom micsoda, ez ilyen fura valami. Ott lent is van valaki, nem? Odáig nem, ja nem. Odáig nem viszel a fegyó, látod? Tehát, ezt mondom, hogy szerintem egyébként ez a grafikai szint, én úgy gondolom, hogy ez úgy szinten van a Doom 4-jel, szerintem. És ez is gyönyörű szépen fut. Nagyon-nagyon ritka az ilyen indie FPS egyébként. Majd látni fogjuk, látod? Ilyen ventilátor van ott belül, tehát ez nem élőlény, hanem ilyen... nem tudom. Ilyen fura valami. Érdekes. Lemegyünk, mert ott az. Az ott nekem kelleni fog, de előtte felmegyünk. Ezeket elfelejtettem. Ciao. Ciao. Hoppá! Und tschüss. A hiszkenes formádat. Igen. De jó, hogy még én figyelmeztettelek titeket, hogy ne menjetek bele a zöld rutyába, és akkor én sétálok bele. Látod?
Lőszar. Piros kulcs. Hello! Nem. Hello! Hello! Mondom, nagyon-nagyon szórakoztató ám ez a játék. Szerintem baromi jó lett. Engem nagyon-nagyon a Doom 4-re emlékeztet. Jó, itt nincsenek glory killek, az igaz. Nem, és a demóban nincsenek, azt nem tudom, hogy a teljes verzióra fejlesztők terveznek-e olyat, vagy hasonlót. De szerintem nagyon-nagyon jó ez az FPS. Végre egy olyan indie demo, ami nagyon meggyőző. A probléma ellenére, látod, itt a megvilágítás is tök szép lett. Nézd meg. És ha megnézed, hát tudod, a dupla csövű sörétes is hogy tükröződik, látod? Itt még nincs semmilyen ray tracing reflection, vagy ilyen dolog. Hát ott hagyományos módszerekkel, nézd meg. Tök jó. És egy kisebb fajta csapda volt, de számítottam rá. Nem. Ciao. És oda kell most menjünk. De először... Ciao. Nem. Ott volt még egy. Ezért is jó, hogyha messziről szétrobbantod ezeket a fehér köcsögöket. Mert ha van közvetlen közelében egy másik, akkor ugye a robbanástól a másik is meddöglik. Úgyhogy ugye láncreakció. Jó, danke schön. Csupa finomság. Oh! Hops! Und tschüss! Hoppa! Melle! Igen, ezen az egy ponton van egy kis frame drop, itt leesik 48-49 FPS-re. 50, igen. Ezen az egy helyen esik le 60 alá. De mondom, ettől a motortól ez is egy hatalmas nagy csoda egyébként. De minden máshol stabil 60 FPS kapunk, úgyhogy... És mondom, úgyhogy szerintem tök jól néz ki. Hoppá! Wow! Nein! Hey! A hiszken anyátokat! Ez hogy füstöl, csak hogy füstölög.
Igen, ő egy kicsit nagyobb darab, vele vigyázni kell. Oncsüssz! Na, igen, ezt mondtam, elég rusnya, ugye? Ezek itt életerők, felvehető életerők, ez a fegyver csinálja. Hogyha ezzel meglöved az ellenfeleket, akkor ilyet kapsz. Látod? Tök jó. Oda né, itt fúj. Aztán lehet, hogy ez dobja el alapból ezeket, nem tudom, de... ezt majd még ki kell kísérletezni. Íh. De a pálya dizájn is szerintem tök jó egyébként. Aha. Csak szeretnéd, öreg. Hello! Hello! Le kellett állítani ezt a húsdarálót, Adanész. Azt látod, itt is milyen szépen tükröződik a sörétesnek a két csöve. Nézd meg, szerintem ez hozza a Doom 4-nek a grafikai szintjét. Szerintem tök jól néz ki. Ez ehhez töltény. Felvettem, jó. Ui, nézd mekkora disznó. Na. Ui. Ui. Poty. Jön egy kis ügyességi rész. Ezeket igen, ezek ilyen, látod, ilyen érdekes szerkezetek, ami összenyom, ha nem figyelsz. Hey! Viselkedj! A double kill mindenit! Ezek az ugrósok, oda néz! Jó, mondjuk az ellenfelek, igen, az ellenfelek messze nem olyan részletesek, nem annyira kidolgozottak, mint a Doom 4-ben, de a pálya design szerintem az néz ki olyan jó, mint a Doom 4. Na, rájuk nem számítottam. Ó, igen! Na, kérlek szépen! Ez a végső terem, a végső ütközet helyszíne. Na, ez még vicces lesz. Hogy csináljuk ezt? Lőszar, először is kérek lőszart.
Az. Mindenhez is. Úgy van. Majd akkor fognak jönni az ellenfelek, hogyha felveszem azt a kék páncélt. Ezt itt. Pirosat, bocsánat. Na! Jó napot kívánok! Felejtsd el! Felejtsd el! Nem! Nem! Hú! Jönnek? Nem, még nem jönnek a nagyok. Mindjárt jönnek a nagyok. Azt láttad? A dinamikus fénye? Aladani! Ciao! Hú-hú-hú-hú. Megjöttek a... Igen, megjöttek a nagy disznók! Megjöttek a nagy disznók! Nyugi! Wow, 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 wow! Jó, semmi baj! Sokan vannak a pályán! Mi? Uha. Au. Nyugodjunk meg, kérem. Igen, kicsi sok ellenfél torlódott itt föl, most itt azért nem bírja a 60-at. De mondom, ahhoz képest, hogy Unreal Engine 4, ahhoz képest elég szépen fut. Meg hát ugye, mivel most felvételt csinálok, ugye 1440p 60-as felvételt, itt ugye még több CPU idő veszik oda, azért a felvételnek CPU kell, az is. Aha, látod? Jól mondtam, ez a fegyver... Igen, most kinyílik a rács, mert megöltem mindenkit. Tehát akkor jól mondtam, ez a fegyver... Az ellenfeleből kinyer ilyen... Hát ilyen HP izéket, valamiket, testrészeket, nem tudom miket. Látod, itt is van... Most ezeket hiába szedem föl, mert itt vége a demónak, de azért megszokásból fölveszek mindent. Oda nézd, látod? Így van. Zó! És akkor... Megyünk a fény felé. És ez volt az Illville. Mindig nagyon vicces címe van. Nem tudom, ki találta ezt ki, de...
Viccesen hangzik a játék címe. Na ez volt a demo, ami szerintem nagyon király. Én, engem nagyon jól elszórakoztatott, így másodszorra is. Szerintem egy nagyon-nagyon jó FPS, nekem nagyon elnyerte a tetszésemet. És ha ti is, akkor próbáljátok ki a demót. Azt mondjuk nem tudom, hogy mire ez a videó kikerül a csatornára, akkor még elérhető lesz-e. Mert a Next Festival Steam azt hiszem 2-3 napig tart még. Na mindegy, hogyha majd megnézitek, hogyha elérhető, tegyetek vele egy próbát. Szerintem tök szórakoztató lett. És ja, engem ez meggyőzött, és kíváncsi leszek, hogy mikor fog kijönni, meg hogy milyen állapotban fog kijönni. Azért, amit mutattam, azért vannak még vele problémák, van még mit javítani rajta, azért még optimalizálás is ráfér itt ott, de demóhoz képest, bár azt írják, hogy verzió 1.05, szóval ez alapján azt hihetni az ember, hogy már kijött a játék, nem is tudom. Mindegy, hogyha kijött, akkor feltételezem, hogy a demo nem időkorlátos, mert ugyanak semmi értelme nem lenne. Na minden esetre, ha tetszett, nyomj el lájkot, mindenképp várom a vélemény komment formájában, nektek tetszett-e, illetve tervezitek-e ezt kipróbálni. Én ezt bátran ajánlom, szerintem szórakoztató, jó sikerült FPS. És kíváncsi leszek majd a teljes verzióra mindenképp. Köszi a figyelmet, szavaztok!